December 7th. Doesn't uh, I a kapatok. have a dream. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Hihetetlen Történelem Podcast, én Tündi vagyok. Én pedig Andris. És a mai adásban folytatjuk azzal, ahol legutóbb abbahagytuk, ez a Trianon történetek második adása. És hát ugye legutóbb beszéltünk sok körülményről, egy kicsit az előzményekről, valamint hoztunk egy-két családi történetet is. Most viszont jobban bele fogunk menni abban, hogy a magyar delegáció mit próbált megtenni Párizsban azért, hogy előnyösebb helyzetbe kerüljünk, mik voltak a döntések mögött, és egy-két trianon legendáról is beszélni fogunk csapjunk is bele. Ugye a legutóbbi adás elején felvezettem pár olyan kérdést, ami foglalkoztatott, mert belevágtam volna a témába, mindig a, az adások előtt át szoktam gondolni, hogy mi az, ami, amit így alapból utána nézés nélkül feltennék kérdés, és, és Trianonhoz az egyik ilyen kérdés volt, hogy miért tartott ennyi ideig az, hogy, hogy egyszerűen nem volt delegáció, magyar delegáció kint Párizsban, és miért tartott ennyi ideig, hogy megkössük ezt a békét. A végleges döntések szempontjából nagyon fontos az 1919. január és az 1920. január közötti időszak, amikor a magyaroknak ugye semmilyen képviselete nem volt a tárgyalásokon. Ennek nagyon egyszerű oka van, egyszerűen egy kormányunkat sem ismerték el legitimnek, és nyilván jöhetnek a mi lett volna ha a kérdések, mint sok más témában is, de nyilván nem tudjuk a választ, mi lett volna akkor, hogyha esetleg hamarabb tudunk kiállítani egy olyan kormányt, aki már képes ő, egy delegációt küldeni erre a tárgyalásra. A lényeg, hogy sem a károlyi kormány, sem a tanácsköztársaság, sem az utána lévő ideglenes kormányt nem hívták meg és nem ismerték el. Érdekesség egyébként, hogy a tanács köztársaságát a legközelebb ahhoz, hogy meghívják őket a tárgyalásokra, és ki is ment egy hivatalos meghívó 1919. május 1-én, amit Franciaországból Bécsbe küldtek, és Bécsen keresztül ért volna el Budapestre, viszont a Bécsi francia Antant missziónál megakadt ez a levél. Ugyanis ott az otti, ottani bécsi francia főbiztos időhúzással és visszatartással elérte, hogy az ne érjen el Magyarországra. Amikor pedig már tényleg megkapattuk volna, akkor a magyar vörös hadsereg sikerei miatt visszavonták ezt a meghívót. Abból, hogy egy alacsonyabb beosztású antantisztviselő visszatarthatott egy ilyen fontosságú meghívót, jól mutatja, hogy nem feltétlen volt átgondolt, és mindenki által támogatott a magyar kormány meghívása a Franciaországba. Sajnos mivel nem voltunk ott, így nem is tudtuk befolyásolni az, otthon, az ottani döntéseket. És 1919 elején már nagyjából eldőlt, hogy hol fognak meghúzódni a magyar határok. Ezeket később már nem is változtatták meg, vagy ahol megváltoztatták, ott is csak minimálisan. Ez azt jelenti, hogy a magyar delegáció hiába ment ki ilyen nagy létszámban, hiszen a lényeges dolgok addigra már eldöltek, és a delegáció ezen már nem tudott változtatni. Nem segített a helyzeten az sem, sőt még rontott is rajta, hogy az utódállamok Magyarország jó részét megszállás alatt tartották, így például a románok sokban tudták tartani a franciákat azzal, hogy csak akkor nyújtanak nekik támogatást az oroszokkal szemben, hogyha a franciák támogatják a románokat. Amikor meghívták a magyarokat a konferenciára 1920. januárjában, addigra már megkötötték a németekkel, az osztrákokkal és a bolgárokkal a békét, és az Egyesült Államok is elhagyta már a béké konferencia helyszínét, pedig talán ők voltak azok, akik leginkább az ország megcsunkítása ellen lettek volna. A meghívó levél a béke konferenciára 1919. december 2-án érkezett meg Budapestre. Ehhez az kellett, hogy előtte november 24-én megalakult a Huszár Károly féle kormány, és azt el is ismerték az antant hatalmak, itt zárójelben jegyezzük meg, hogy ez egy olyan kormány volt, amit alapból kb. már az Antant rakott össze. Tehát ők idejöttek Budapestről, és kb. megmondták, hogy ki legyen benne a kormányban, és hogyha az úgy teljesül, akkor ők ezt azt, ő, legitimnek fogják elfogadni. A meghívóra válaszul három dolgot küldtünk el. Az egyik, hogy amint lehet, eleget teszünk a meghívásnak. A másik, hogy a román kormány engedje el azokat a tisztviselőket, akikre szükségünk van a béketárgyalások során. Három ilyen emberről volt szó, Grand Pierre Emi-ről, Kolozs megyei kormánybiztosról, Szervácius Lajosról, a Brassói Alispáról és a Fogarasi Mutgáspáról. Az utóbbi személyt internálták, a másik kettőt pedig lakhelyelhagyási tilalommal sújtották. Ezeken kívül a válaszlevélben még kértük, hogy a románok hagyják el az országot a legalább a demarkációs övezetekig. December 8-án, az kb. egy héttel a meghívó érkezése után egy szűk körű megbeszélést tartott a kormány, ahol Betlen István, későbbi miniszterünk, kifejtette azon tézisét, hogy Véleménye szerint minél inkább halogatnunk kéne a béke konferenciára a kiutazást. Valamint elkészítette egy három pontból álló jegyzéket, mely arról szólt, hogy a monarchia és Magyarország összefonódása miatt Magyarországnak sokkal kisebb a felelőssége, mint azt beállítják. Erről szólt az első jegyzék, a második jegyzék arról szólt, hogy az erdélyi román követelések teljesen jogtalanok. És végül a harmadik jegyzék arról szólt, hogy a román megszállás és rekvirálás könyörtelensége az mennyire brutális volt, és erre próbált rámutatni ez a harmadik jegyzék. Aponyi Albert a későbbi delegáció vezetője és a halasztás mellett volt, és ezt az időt a magyarok melletti nemzetközi lobbizásra használta volna fel. Porti viszont azt hangsúlyozta, hogy fontos, hogy az Antant lojálisnak lássa Magyarországot, mivel később is nagy erőt fog képviselni nemzetközi szinten, mármint ugye az Antant. Ugyanezen a szűk körű egyeztetésen megállapodtak abban, hogy Aponyi Albert lesz a delegáció vezetője, valamint egyeztettek a küldöttek személyéről is. December 10-én kaptunk ismét levelet, amiben sürgették a megjelenést Párizsban valamint elutasították azt, hogy közben járjanak az Erdélyben fogvatartott küldöttek ügyében. Tehát, bocsánat, ez a, ez a küldöttek, ez az a három személy, akiről szó volt uh -huh. az előbb. Tehát ők gyakorlatilag a válaszukban azt mondták, hogy ez nem az ő dolguk, azt mi beszéljük meg Romániával, hogy kit szeretnénk kiadatni, vagy... Ő, ez a mi személyes Magyarország és Románia közötti diplomáciai kérdés, úgyhogy nekik ebben nincsen beleszólásuk, és nem tudnak a románokra így hatni, hogy ezt a három embert kiadassák nekünk. Igen, és a, azon kérdésre, vagy kérésre, hogy a románok hagyják el az országot mi hamarabb, erre egyszerűen nem is válaszolt az Antant, tehát ö, ezt így megválaszoltam hagyták, tehát nem nem foglalkoztak Nem foglakoztak igen, nem foglalkoztak a magyar problémákkal. Ugye válaszoltunk erre az üzenetre, és ebben biztosítottuk az antantnak, hogy az ünnepek után, vagyis hogy a karácsony és új év után kimegy a magyar delegáció erre a konferenciára, valamint, hogy a már korábban jelzett problémákat teljesítsék, azaz a románok vonuljanak vissza a demarkációs vonalakig. Tehát ugye a magyarok ezt, ezt újra kérték, hogy ebben segítsen az antant. Erre a kiküldött válaszunkra nem érkezett már válasz, így végül 1920. január 5-én a küldöttség elutazott vonattal Aponyi gróf vezetésében, és január 7-én érkezett meg Párizsba. Magának a vasúti kocsiknak a beszerzése sem volt egyszerű. A háború után ugye főleg Hálókocsival rendelkező vonatot volt nehéz szerezni, de amúgy is bármilyen vonati kocsit nehéz volt szerezni, főleg miután a románok kifosztották az egész országot, úgyhogy szinte csoda volt, hogy sikerült találni olyan szerelvényt, amivel ki tudott utazni a magyar delegáció. Érdekesség az, hogy a Párizsba tartó vonat több nagyvárosban is megállt, mint például Komáromban, Győrben és Sopromban, ahol a vonatott tömegek várták, és sok helyen elénekelték a himnuszt, illetve beszédeket mondtak Aponyinak és a küldöttségnek, amiben általában azt fejezték ki, hogy mennyire reménykedőek ezzel az egész tárgyalással kapcsolatban, és hogy sok sikert kívánnak nekik. Tehát, hogy akkor ők itt még nem tudták, hogy mi vár az országra. Azt kell látni, hogy Azokat a dokumentumokat, amiket én elolvastam ezzel kapcsolatban, ott általában azt tűnt ki, hogy a magyar elit, a politikai elit, az tisztában volt azzal, hogy ez a döntés mennyire szigorú lesz az országgal szemben. Tehát őket nem érte meglepetés, amikor először meglátták azt, hogy milyen feltételeket kéne elfogadni az országnak. Viszont ezzel szemben mondjuk a köznép. Ő vagy az egyszerűbb lakosság, erről nem volt tudomásuk. Tehát ők azt látták az egészben, hogy hogy itt a gonosz román, szerb és cseh állam megpróbálja elvenni az, az országtól az, ami jogosan a miénk, és eszükben sem jutott valószínűleg, hogy nagyon szigorú lenne ez a döntés. Uh -huh. Tehát akkor valószínűleg szóval elég ilyen összefacsorodott szívvel utazhattak a ponyék, és az gondolom külön külön nehéz lehetett, hogy ők még ilyen bizakodó arcokat láttak még Magyarországon. Így van. Aponyék ugye a nyugati pályaudvarról indultak, és ott is elhangzott egy beszéd Huszár Károlytól, amiben azt közölte, hogy mennyire bizakodó ezzel az egésszel kapcsolatban, és hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye ezek fel vannak jegyezve, tehát ezek szó szerint le vannak jegyezve ezek a beszédek. Aponyi válaszában viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy Próbáljunk józanul gondolkozni, és hogy ne legyünk annyira bizakodóak, mert azért ez egy nehéz tárgyalás, amire kimegy ez a delegáció, és egyáltalán nem biztos, hogy sikerünk lesz. <haz> egy pár szó arról, hogy miért Aponyi lett a küldöttség vezetője. Ő akkor már 74 éves volt, tehát igen csak idős, de még mindig politikailag aktív volt. És ö, azt kevesen tudják. De Aponyi Károl riválisa volt, és a miniszterelnöki poszt várományosan is. Azonban végül úgy alakult, hogy mégsem lett a miniszterelnök. Hát igazából így, a, így a, ebből az összeeszkábált kormányban a kormánytagok kikosoraszták lényegében. Hát igen, szóba jött az, hogy esetleg ő legyen a miniszter, de egyébként nem biztos, hogy jó lett volna, hogy egy ilyen idősebb miniszter van. Valamint valószínűleg. Az Antant inkább Huszár Károly mellett volt, de itt nem tudom, hogy mekkora szabadságot adtak a magyar kormánynak arról, hogy döntsön, hogy ki legyen a miniszter, vagy ebben mennyire szólt bele az Antant. Hát minden esetben nem ő lett a miniszterelnök, viszont Huszár Károly egy ilyen gesztust, gesztussal élt felé, és nem hivatalos úton először felajánlotta neki, hogy majd ő vezetheti ezt a, ezt a küldöttséget, ezt a delegációt. Több nyelven is beszélt, nemzetközi körökben otthonosan mozgott, és idősebb kora miatt valószínű volt, hogy a ponyi aláírna egy kedvezőtlenebb békeszerződést is, mivel idős tekintettel már nem áll előtt a hosszú politikai pálya, amit elronthat egy ilyen aláírás. Igen, majd később beszélünk az aláírás körülményességeiről, és hogy miért, mi, mi, kicsodák és miért írták ők, pont ők alá ezt a szerződést a küldöttségbe minden párt delegált tagokat, és így kb. 60 tagot számlált összesen ez a bizottság, valamint telekipá vezetésével már Károlyi Mihály kormányzása alatt létrejött egy olyan iroda, aminek az volt a feladata, hogy felkészüljön és minél több anyagot gyűjtsön össze a tárgyalásokhoz. Ez az iroda, aminek ez a az volt a célja, hogy felkészüljön a béketárgyalásokra, ez érdekes módon a tanács köztársaság alatt nem működött, tehát akkor ezt betiltotta, hogy bárki ezzel foglalkozzon, úgyhogy ez volt pár hónap kihagyás, de utána ő folytatták, tehát igazából ebben csak ez azért fontos, és ezt azért jó látni, hogy igazából Magyarország már 18 óta, amikor lezárult a háború, már onnantól elkezdett foglalkozni azzal, és felkészülni arra, hogy Magyarországnak majd egy tárgyaláson részt kell vennie, ahol meg kell védeni az érdekeit. További érdekesség az, hogy a magyar kormánynak hitelt kellett felvennie azért, hogy biztosítani tudja a küldöttség utazását, valamint tiszteletdíjat szabtak meg a bizottság tagjainak, ami igazából a visszaemlékezések alapján nem volt túl sok, valamint ezekben az években elég erőteljes volt az infláció, tehát az ő folyamatosan romlott az értéke annak, mint amit, amit ők kaptak. Mindezek a tények jól mutatják, hogy az országban milyen állapotok uralkodtak, azért, hogy egy többfős társaság kiutazzon Párizsba, hitelt kellett felvenni az országnak. Hát igen, ez különösen mondjuk a mostani viszonyhoz képest érdekes, hogy ma már mi, milyen olcsón ki lehet utazni Párizsba, de akár vonattal is. Tehát ezek azért nem egy akkora nagy költség, tehát egy átlagember is megengedheti magának, és általában nem kell hitelt felvenni ahhoz, hogy elutazhassunk egy európai országba. Hát egész, egész sok visszemlékezés volt ugye a ki, kiutazott emberektől, a delegációból, és ott többen panaszkodnak ezekben a visszemlékezésekben, hogy milyen drága Párizs. Tehát egy Budapest és Párizs között volt azért valószínűleg egy, egy, jelentős árkülönbség az ottani életben, és ők ugye hosszabb időre utaztak ki. Hozzá voltak ők ugye szokva, hogy színházba vagy lóversenyre járjanak, ami nyilván ott valószínűleg más költséget jelentett, de arról, hogy mennyi szabadságú volt és hogy mennyire tudtak ilyen helyekre járni, arról majd még később beszélünk. Igen. Megérkezett a delegáció Párizsba, és ott azzal kellett szembesülniük, hogy a franciák még nem készítették el a teljes tervezetet a magyar békediktátumnak, így még tíz napot kellett várniuk, hogy ez megérkezzen. A magyarokat a szállásukra kísérték, ami egy hotel volt, viszont közölték velük, hogy ezt nem hagyhatják el engedély nélkül, és nem is levelezhetnek, csak a franciákon keresztül. Nem nyilatkozhattak a sajtónak, és nem adhattak interjút, és nem írhattak cikkeket sem. Tehát így kvázi ez egy ilyen rabság volt. Igen, és most, hogyha azt gondoljuk, hogy ez Párizs belvárosában volt, és hogy ott mégis milyen nehéz lehetett ezt tartani, hát ez nem így van, mivel ez a hotel ez Párizs külkerületében volt található, ahol egy nagyjából két vagy több városligetnyi parknyi területen volt szabad járásuk, viszont ez viszonylag egy elszigetelt környék volt, úgyhogy nem úgy nézett ki, hogy az ablakból kikiabált, és akkor már a sajtó vitte és tovább a hírt, amit ő mondott, tehát ez egy tényleg egy elszigetelt helyen voltak ők elszállásolva. Hát igen, meg ennek nyilván van egy ilyen szimbolikus jelentése is szerintem, hogy, hogy tehát nem, nem egyenlő vagy partnerként kezelték a magyarokat, hanem igen, csak igen, csak ki volt aktív így a francia akaratnak a, a kényekedvének, mondjuk így. Igen, de nyilván ezt a franciák próbálták udvarias módon lerendezni, tehát ők azt mondták, hogy azért van ez, ez egy ilyen biztonsági rendelkezés, azért, hogy sokan biztos ellenszenveznek a magyarokkal, mivel ellenség volt az első világháborúban, és ezért, hogy megőrizzék a magyarok biztonságát itt a, az ellenséges Párizsban, emiatt kell az, hogy detektívek kísérjék őket ide-oda, és hogy elzárva legyenek. Ez csak a magyarok egészségét, egészség érdekében történt. Hát igen. De ami... hát nyilván a valóság az nem ez volt. Igen. És ezt valószínűleg a is tudták. További kellemetlenség volt még, hogy a magyarokat fogadó katonai delegáció nem fogott kezet hivatalosan a magyar küldöttség tagjaival, ami igencsak megalázónak tűnik, de akkor még formálisan háborúban állt az Antant és a központi hatalmak. Hát inkább azt mondom, hogy még nem született meg a, a béke. Béke, igen, és akkor addig nem, nem fogtak kezet. Ugye a szálláson ezért már elnézést is kért a magyaroktól a katonai küldöttség vezetője, és ott nem hivatalos közegben már kezet foghattak egymással. Igen, tehát a vonatállomáson nyilvánosan csak meghajoltak egymásnak, viszont amikor már szálláson voltak, ott már bocsánatot kért ezért, de hát ja, ez a katona sem akarta felvállalni ott a sajtó előtt, hogy ott ő barátkozik az ellenséges magyarokkal. Egy példa arra, hogy mennyire szigorúan ellenőrizték a magyarokat, amikor Aponyinak fájt a foga márciusban, és ezért be kellett mennie Párizs városába, hogy megműtesse, akkor őt elkísérte egy kirendelt francia detektív, és a vizsgálatot végigvárt az előtérben. Tehát, hogy igazából jó elmehetett, vagy járhattak, elhettek, de hát igazából folyamatosan őrizet alatt álltak január 15-én kapta meg Aponyi a francia külügyminisztériumban a francia-angol-olasz nyelvű béke feltételeket, tehát három nyelven kaptuk meg, három példányban. Ez egy több száz oldalas íromány volt, aminek tanulmányozására nem kaptunk sok időt, gyakorlatilag másnap, tehát 24 óra elteltével, azaz január 16-án Kellett megtartania Aponyinak a híres védőbeszédet a magyarok védelmében. A kapott anyag nagysága miatt szétosztották egymás között a küldöttség tagjai, és mindenki felkészült a saját részéből, majd összeültek és megbeszélték azt. Hát igen, ez valószínűleg egy ilyen borzalmasan stresszes 24 óra lehetett. Tehát most, hogyha, hát jobb ilyen saját életemben nem tudok más példát hozni, mondjuk egy csoportos egyetemi feladatra, hogy milyen rossz, amikor az utolsó pillanatban kell valamit megoldani. Itt pedig azért elég nagy volt a tét, és, és az idegen nyelven kellett értelmezniük, és, és válaszolniuk egy ilyen hosszú, hosszú anyagra. Valami nyilván nem lehetett az nekik könnyű, hogy gyakorlatilag ez az a nap, amikor ők szembesülnek azzal, hogy Magyarországot Magyarországra milyen békefeltételeket szeretnének róni. Tehát ahogy olvasták ezt a dokumentumot, akkor szembesültek vele az a legrosszabb elképzeléseikkel, hogy Magyarországgal ezt a békeszerződést akarják aláíratni, amiben ennyire csonka lesz majd utána az ország. Tehát nem lehetett nekik könnyű, az biztos az, hogy beszédet mondhatott a magyar küldöttség, azt külön kellett kérvényezni. A már megkötött békék esetén Németországnak, Bulgáriának nem adtak ilyen lehetőséget. Clemenceau elnök engedélyezte a január 15-i átadáskor, hogy Aponyi tartson egy beszédet, de azt hangsúlyozta, hogy a beszédet követő vitáról nem lehet szó. Aponyi beszéde nem egy rögtönzött beszéd volt, már több mint egy éve foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és sok anyag is a rendelkezésére állt, amit fel tudott hozni a védelemre. Aponyi jól beszélt angolul, németül, franciául, olaszul, és a beszédet franciául tartott, tartotta, de mivel még az 1860-as években tanult franciául, így ez már egy kicsit ilyen régebbi, elavult nyelvezetnek volt, mondható az akkori 1920-as francia nyelvhez képest. Ezt a beszédet nem olvasta, hanem fejből mondta, csak kis jegyzetei voltak, amik segítették, és a fő pontokat angolul is megismételte. A beszéd elején Aponyi fölállt, hogy megkezdje a mondandóját, de Clemenceau megkérte, hogy maradjon ülve, amit Aponyi visszautasított, arra hivatkozva, hogy a parlamentben is mindig állva beszélnek, és neki ez így természetesebb. Kapásból egy rövid felvezetés után rögtön összegezte, hogy mit gondol a békefeltételekről. Idézet. Érzem felelősségem roppant súlyát, amely rám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről elsőnek kell szólnom ezekről a feltételekről. De tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanoknak látszanak. Idézet vége. Védőbeszédében Aponyi hangsúlyozta a vízoni elvek fontosságát, azaz a nemzeti önrendelkezés elvét, és azt, hogy ezek alapján azt javasolja, hogy a területek elcsatolásáról helyi népszavazások döntsenek. Ugye ennek az volt a lényeg ennek a Wilson évnek, hogy bárki bárhol van, akkor írjanak ki ott egy szavazás, és mondja meg az ott lakó népesség, hogy ő mit szeretne, ő hova szeretne tartozni, Magyarországhoz vagy Ausztriához. Aponyi egyébként ebben a népszavazós és emberek Más országba csatolós kérdésben egészen durván fogalmazott, hiszen azt mondta, hogy semmilyen emberi csoport nem helyezhető akarata és megkérdezése nélkül, mint egy marhanyáj más fennhatósága alá. Tehát ő is használt ezt a marhanyáj szót. Sajnos, az addigra megkötött békékben, tehát itt gondolok Bulgáriára, meg Németországra, Ausztriára, minimális területeken fordult az elő, hogy népszavazást írtak volna ki, és ezek alapján döntöttek volna arról, hogy hova kerüljön egy-egy terület. Volt rá példa, de nagyon elenyésző, tehát ebben nem nagyon hihettünk, hogy majd azt mondják, hogy jó, oké, szavazzuk meg akkor, hogy Erdély hova tartozzon, és egy általános népszavazáson majd eldől, hogy hova tartozik egész Erdély. Meg ugye, hát kérdés egyébként, vagy kérdés is, hogy kérdéses, hogy mi lett volna egy ilyen népszavazás eredménye. Arról ugye korábban már említést tettünk az első részben, ugye a de demográfiai, tehát a demográfiai kitérképpel kapcsolatban, hogy, ö, hogy nagy számban éltek, ugye az elcsatolt területeken románok, szerbek, csehek, de valószínűleg nyilván nem ez lett volna az eredménye, mint ami ami a végleges határok meghúzása. Igen, hogyha megnézzük a térképet, akkor valószínűleg azt lehet mondani, hogy Észak-Erdély, Székelyföld, Csallóköz, és a Vajdaságból egy jó darab, új vidék, az, ami valószínűleg Magyarországon maradt volna, hogyha népszavazást írnak ki, és lokálisan döntik el, hogy melyik terület hova tartozzon. A másik fontos dolog, amit Aponyi nyomatékosan hangsúlyozott, az az ország közigazgatási és gazdasági egysége volt. A Kárpát-medencén belül sokféle tájegység található, vannak hegyek, bányákkal és vannak alföldek jó terménnyel, és ezek az egységek kiegészítik egymást. Ezek mellett hangsúlyozta azt is, hogy az ország egysége az elmúlt ezer évben nagyjából egységes volt, és hogy európai szempontból is fontos szerepe volt megvédeni a tatár és a török hordáktól Nyugat-Európát. Az már más kérdés, hogy később előkerült dokumentumokból kiderült, hogy az Antant hatalmak Oroszország, de főleg Németország hatalmi ellensúlyozására nem egy egységes Magyarországot szántak, hanem a lengyel, cseh és szláv államok egészét. Mellékesen megígyezve, ezek az államok szinte semmilyen ellenállást nem tudtak kifejteni a náci Németország ellenében a második világháború kezdetén, tehát ez nem volt egy jó elképzelés. Természetesen az érvrendszerében Aponyi azt is ismertette, hogy a háború elején még nagyon össze voltunk fonódva az osztrákokkal, és így minimális beleszólásunk volt a monarchia külpolitikájába ami egyébként egy kicsit az igazságferdítése, tehát ő, ha bár nem voltunk minden döntés mögött, de azért eléggé láttunk a monarchia külpolitikájába, és valamennyire hatással is voltunk rá. A beszédet franciául tartotta, és egy idő után meg is szakították, hogy egy fordító hat fordítsa le az elhangzottakat angolra is, de ezt Aponyi visszautasította azzal, hogy ha lehet, akkor az angol részt is személyesen ő mondaná el, amit aztán a beszéd alatt többször meg is tett, röviden összefoglalva mindig az előtte lévő francia részeket. A beszéd végén olaszul is mondott pár gondolatot, amiben a régió olasz-magyar barátságra utalt, ezzel is próbált hatni a hallgatóságára. Érdekesség az, hogy a beszéd alatt Lloyd George Clemenceauhoz csúsztatott egy kis papírfecnit, Aponyi beszéde alatt, ami a végén kiderült, hogy mégis miért történt. Aponyi visszaemlékezése szerint Clemenszó fintorgott a hozzájutatott papír látán, de végül bólintott az angol miniszter felé. Ez a cetli azt közölte Clemenceauval, hogy szeretne kérdezni és valóban fel is szólalt az angol az aponyi beszédének a végén. Azt kérdezte aponyitól, hogy tudna-e mélyebb felvilágosítást adni a Magyarországtól elszakított területeken élő magyarok számáról és eloszlásáról. Ekkor került elő Teleki híres vörös térképe, amiről mindjárt szót is fogunk ejteni bővebben, amit Aponyi az asztalra terített, és a többiek köré gyűlve tanulmányozták azt. Nyilván ez nem tetszett egyébként Clemenceau-nak, hiszen ez már inkább egy vitára hasonlított, nem pedig egy szimpla kihallgatásra. A magyarok egy hónapot kértek, és kaptak is, hogy részletesen válaszoljanak a békefeltételekre. De Aponyi beszédét követően nem történt semmi. Tehát igazából ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy Aponyi elmondta a beszédet, megköszönték, hogy elmondta, és így valamit világosabban látnak. De ez lényegében nem változtatott semmit. Ott volt ugye a, a magyar delegációnál, ott voltak a békefeltételek azokra kellett részletesebb válaszokat írni és jegyzéket írni, amiben kifejtjük, hogy mit, miért gondolunk helytelennek, és mit, hogyan módosítanánk. Uh -huh. Ezek mellett Magyarország benyújtott töménytelen jegyzéket, ami az új határok meghúzásával, a valós etnikai helyzettel, a román rekvirálással volt kapcsolatos. Ezek a részletesen kidolgozott dokumentumok próbálták meg jobb belátásra bírni az antant hatalmakat. A béke delegáció nagy része március 31-én visszautazott Magyarországra, többek között maga Aponyi is. Erre azért volt szükség, mert egyelőre nem volt várható, hogy a közeljövőben választ kapnak a magyar ellenjavaslatokra. A helyszínen egy-két tagja maradt csak a bizottságnak. Május 5-én kapták készhez a magyarok a végleges békefeltételeket, melyek megválaszolására a megadott tíz napon felül további haladékot kért, kértek a magyarok. Ekkor a magyar delegáció ismét kiutazott Párizsba, hogy ott folytassák a munkát. Az első belsős magyarok közötti egyeztetés. Ezen az ülésen Aponyi ismertette a helyzetet, és összegezte azt, hogy mit kaptunk, milyen dokumentumokat, amiből az derült ki, hogy amit januárban megkaptunk, mint első feltételek, azok öt hónap alatt nem változtak, annak ellenére, hogy mi benyújtottunk különböző érzékeket és javaslatokat, hogy miket lehetne változtatni. Úgyhogy a vízügy és a műemlékek kérdésében történt minimális változás, de egyébként ugyanazt kaptuk vissza, mint amit januárban sajnos. A békeküldöttség gyakorlatilag ezek alapján levonta a következtetéseket, és azt mondták, hogy ilyen formában ez a szerződés így aláírhatatlan, és május 19-én a béke küldöttség utolsó ülésén Gróf Aponyi bejelentette a küldöttség lemondását, mely lemondást a magyar kormány el is fogadta. Ugyanakkor a kormány azt válaszolta a lemondásra, hogy a kényszerítő politikai körülmények miatt ezzel együtt, hogy le is mondott a küldöttség ezzel együtt alá fogja írni ezt a szerződést. A ponyi visszaemlékezése szerint a küldöttség mind a 60 tagja vitatkozás, veszekedés nélkül tudott együtt dolgozni a közös cél érdekében. És hiába volt ez nagyon nehéz időszak mindenki számára, Aponyi, ahogy ő mondta, mindig hálával, tisztelettel és szeretettel töltötte el az akkori munkatársaival az együtt dolgozás. Az Antant megkívánta, hogy a június 4-én esedékes aláírásra a magyar kormány tagjai közül valakik jöjjenek el, de legalább miniszteri tisztségben, és hitelesítsék aláírásukkal a feltételeket. Erre a szerepre két kevésbé ismert ember lett kiválasztva, aminek az volt az oka, hogy, hogy, hogy hát úgy gondolták, és valószínűleg ez így is volt, hogy, hogy aki aláírja ezt a szerződést, annak a politikai pályafutása hát így meg van pecsételve, hiszen ezt nem tudja magáról lemosni ezt a, ezt a hírnevet. Az aláírók kiválasztása nem is volt egyszerű, és néha már-már buhózatba illő jelenetek zajlottak le ezeken a kormánygyűléseken. Eleinte maga Aponyi is aláírta volna a békediktátumot, de ezzel ellen többen tiltakoztak, hogy neki nem ez volt a feladata ebben a történetben, hanem a békefeltételeken való módosítás, így a kormánynak kell kijelölnie erre az embereket. Nyilván senki nem tolongott az aláírás lehetőségéért, mint ahogy előbb mondtuk, amiatt főleg, hogy ez politikailag valószínűleg itt egy végpontot is jelentett valakinek a karrierjében. Teleki Pál külügyminiszter, későbbi miniszterelnökünk viszonylag hamar jelentkezett, hogy ha kell, akkor ő aláírja, viszont akkor az aláírás után visszavonul a politikai élettől valamint hangsúlyozta azt is, hogy ő, mivel erdélyi származású, ezért ha a ketten írják alá, a másik embernek, aki vele jön, annak mindenképpen a csonka Magyarországról kell jönnie, vagy onnan kell származnia, hiszen például az erdélyiek ő, valószínűleg teljesen kiakadtak volna azon, hogyha egy erdélyi ember írta volna alá azt a szerződést, amivel gyakorlatilag erdélyt elszakítják az országtól. De igazából ez a többi külső területre is igaz, tehát hogy a felvidéki lett volna az illető, az sem lett volna túlságosan szerencsés. Nyilván itt rögtön egy-két ember kapva kapott a lehetőségen, és kijelentette, hogy hát ők is a határokon kívülről származnak, úgyhogy alapból ki vannak zárva ennek az aláírásnak a lehetőségéből. Ugye arról, hogy ki megy ki, ezen a kormánygyűlésen döntöttek, tehát gyakorlatilag a kormánytagok jöttek szóba, tehát itt nem több száz emberről van szó, akik szóba jöttek, valamint viszonylag, viszonylag behatárolták a franciák azt, hogy minimum miniszteri tisztségek kell lenni annak, aki aláírja. Tehát bárki nem lehetett egy alacsonyabb beosztásból. Végül abban állapodtak meg másnap, hogy teleki legyen, aki egy személyben aláírja, és ha ezután teleki lemondana, akkor a kabinet szolidaritást vállalna vele, és ők is lemondanának mint. És most jön az érdekes rész, mert amikor kiderült a franciák számára, hogy Teleki akarja aláírni ezt a szerződést, akkor ők nyomatékosan közölték, hogy nem támogatják az ő személyét az aláírásra, és keressenek helyette valaki mást. Ennek pedig az volt az oka, hogy teleki külügyminiszter francia barát külpolitikát folytatott, és attól féltek, hogy ha ő eltűnik a politikai életből, akkor ez a helyzet megváltozik, amit ugye nem szerettek volna, ezért visszatért ismét a lottózás és találgatás, hogy ki legyen az aláíró személy. Azt is hozzátesszük, hogy azért is volt ennyire kritikus ez a helyzet, mivel a kormánygyűlés először ezzel kapcsolatban csak május 25-én ült össze. Ekkor kapták meg külföldről az aláírás időpontját, amit tudjuk június 4-én kellett aláírni, és addig még ki is kellett utazniuk, tehát nagyon-nagyon hamar kellett dönteni az aláíró személyről. Úgyhogy ez nem volt egyszerű, a miniszterek pedig előszeretette ajánlották be egymást az aláírásra különböző ötletekkel, de ők maguk nem jelentkeztek, és mindig volt valami kifogásuk, vagy alibijuk, hogy ők miért nem felelnek meg az aláírásra. Például az egyik későbbi aláíró, Bernard Ágostot először azzal ajánlották be, vagy azzal ajánlotta be valaki, hogy az ő neve úgyis olyan francia hangzású, és emiatt ő mennyire megfelelő lenne erre az aláírásra. De volt itt minden, valaki arra hivatkozott például, hogy nem beszél jól franciául, az igazságügyi miniszter arra, hogy egy ilyen igazságtalan békediktátumot nem írhat alá pont az igazságügyi miniszter. De volt olyan is, aki apjára hivatkozott, miszerint idős édesapja, aki megélte a világosi fegyverletételt 1849-ben, azt közölte vele, hogy ha a fia írja alá a szerződést, akkor ki fogja tagadni. Végül találtak három embert, aki aláírja, de egy nappal később ebből ketten visszavonták a felajánlásukat, különböző okokra hivatkozva közben ugye teltek a napok, és nem egyszer előfordult, hogy maga a miniszterelnök is felajánlotta lemondását. Sőt, előfordult az is ezen a kormánygyűlésen, vagy az egyik napon, hogy azt javasolták, hogy ideiglenesen nevezzenek ki két embert miniszternek, csak azért, hogy aláírják ezt a szerződést, a békediktátumokat, és hogyha ezt teljesítették, akkor utána meg ennyi időre szólt a miniszteri kinevezésük és ezzel teljesült volna a franciák kérése, hogy miniszteri szintű legyen az aláíró személye. Végül nagy nehezen sikerült azt a két szemét kiválasztani, akik elvállalták a feladatot. Ez a május 31-i minisztertanácson dölt el, a két aláíró pedig Drasse Lázár Alfred és Benárd Ágost lett. Ami érdekes szerintem, hogy az ő nevük kevésbé közismert, vagy hát... Hát valószínűleg azért, mert a politikai pályafutásuk is megpecsételődött. <laughs> és ugye, hát itt nyilván szerintem egyértelmű, hogy ugye itt nem csak a saját politikai pályafutásokat feltették a, a miniszterek, hanem azért ez egy gyászos és tragikus szerződés, tehát hogy, tehát hogy ezt azért biztos nem tudták jó szívvel aláírni, nyilván. Tehát én ezt tudom képzelni, hogy mit érezhetett ez a két ember mondjuk a vonaton Párizs felé. Ahogy említettük korábban, Teleki Pálnak volt egy úgynevezett vörös térképe, ami azt hivatott bemutatni, hogy milyen etnikai helyzet volt az akkori Nagy Magyarország területén. Onnan kapta a nevét, hogy a magyar lakta területeket pirossal jelölték a térképen. Ugye ez volt az a térkép, amit Aponyi kiterített ezen a... amikor a védőbeszédét mondta igazából. Egyébként lehetett olvasni, tehát nem csak ezt az egy térképet vittük, tehát alapból a küldöttség az több más és több ládányi illatot vitt el a tárgyalásokra Párizsba, és ha jól tudom, 26 darab különböző típusú térképet vittünk, amiből nyilván a vörös térkép a legismertebb, meg az maradt meg az emberek tudatában, de itt volt sok más, ami mondjuk nem, nem etnikai feltétlenül, hanem más irányultságú gazdasági térkép. Mm -hmm. Ez a vörös térkép a Trianon utáni években is ismert volt, viszont 45 után szinte teljesen feledésbe merült, és nem is volt szabad róla beszélni. Így egy generáció földrajz és történelem szakos tanár helyezkedett el úgy a pályán, hogy nem is hallott még a vörös térképről, hiszen ugye nem szabadott erről beszélni, nem is tanultak erről. Az enyhülés éveiben, 1983-ban, amikor megnyílt az Erdi Földrajzi Múzeum, akkor az igazgató gondolt egyet, és kitettek egy példányt a kiállításra. Azzal magyarázva, hogy ennek a tudományos értéke is hatalmas, de ez ebben a korban még azért kicsit kockázatos volt. A kiállítást a megnyitás évében a cél is látogatta, aki az akkori kommunista ideológia magas rangú politikusa volt. Sokáig állt a kiállított térkép előtt, de nem mondott semmit. És amikor távozni készült, a múzeum igazgatója megkérdezte tőle, hogy nem akar-e beleírni valamit a vendégkönyvbe, mert hogy hát hogy mennyire nagyon örülne, és erre Acél azt válaszolta, hogy előbb megvízi, mármint a vendégkönyvet, és így a alá csapta, és igazából elvitte haza. És hetekkel később visszaszerezte a múzeum a vendégkönyvet, és hát feltételezhető, hogy Acél elvtárs tüzetesen átolvasta a vendégkönyvet, és feltetően azt kutatta, hogy milyen megjegyzések vannak ezzel a vörös térképpel kapcsolatban a, a könyvben. És hát, vajon mit írt bele? Hát semmit. Nem írt semmit a könyvbe. Ilyen térképük egyébként, mint a vörös térkép, hasonló térképeik voltak a szomszédos országoknak is, tehát például Romániának is. Csak azon a térképen azokat a pontokat domborították kicselesen, amik nyilvánvalóan az Antant hatalmak megtévesztését célozták. Azaz például a déli Kárpátok fogaras, rejtezett régiója egy hatalmas, főleg román pásztorok által lakott terület, mely méreteiből adódóan nagyon kitűnik egy ilyen térképről, viszont egy ilyen térkép nem veszi figyelembe, hogy ezek a régiók nagyon ritkán lakottak voltak. Tehát így a népesség arányosan nem kellett volna, hogy nagy mértékben számítsanak a döntéshozatalkor, mert hiába nagy a déli Kárpátok területe, hogyha ott pár ezer pásztor él csak azokon a területeken. Ezen kívül a városokat is csak szimpla kis pontként ábrázolták, ami szintén csalóka, főleg a magyarok szempontjából, hiszen a lakosság nagy része ott élt, és ugye a nagyvárosokban jóval nagyobb volt a ő, magyarok aránya, tehát így Kolozsvár, Temesvár, Arad, ő, Szatmár, Németi, ezekben a városokban mind-mind magyar többség volt, de mivel ezeket kis pontokkal jelölték, ezért ez nem tűnt ki ezeken a térképeken. Ezeken felül a románok a magyarokat és a székelyeket külön nemzetként tüntették fel, tehát ő, amikor ők le is adták azt, hogy hány magyar él ő, Erdély területén, vagy az igényel területeken, akkor a székelyek teljesen külön nemzet, nemzetiségként voltak feltüntetve, így jóval kevesebb volt az Erdélyben élő magyarok száma. Legalábbis is papíron legalábbis papíron, vagy ahogy ezt a románok állították. Ezek mellett nem menjünk el a csehek durva követelései mellett sem, akik az akkori Nyugat-Magyarországon egy Szerbia és Szlovákia között húzódó úgynevezett, vagy sokan így nevezik koridor kialakítását próbálták érvényesíteni a békekonferencia vezetőinél. Ennek a folyosónak az egyik célja a tengeri kikötők elérése volt, a másik, hogy a Magyarországgal elválasztott egységes szláv államokat valamilyen módon összekössék egymással. Szerencsére a britek és az olaszok ezt a javaslatot elutasították. Egyébként a csehek Észak-Magyarországon egészen a Cserhát-Bük mátra felező vonalában javasolták kialakítani a határokat úgyhogy a Zemplén és a Tokai hegység is elkerüljön Magyarországról. Szerencsére ennek meghiúsításában az amerikaiak jártak közben. Nézzük meg, hogy a Párizsi Békekonferencián vajon mennyire voltak tisztában a magyar viszonyokkal, és kik voltak a szakértők külföldi részről. Ugye hiába volt Magyarországnak egy több száz fős tudós akiknek az volt a célja, hogy minél inkább igazoljuk magunkat a konferencián, az antant hatalmak szakértői száma igen csekély volt, és akik ott voltak, azok se feltétlen tudtak sokat az országunkról. Ez amúgy most is nagyjából így van, nem? Tehát hát. így... <laughs> így nem feltétlenül tudnak rólunk sokat az emberek. Nyugat-Európában, -Erupá, igen. Uh, az amerikaiaknál hiányzott egy magyarul tudó munkatárs, valamint az amerikai delegáció utasította, hogy megvegyék Feleki Károly magyar-amerikai bibliográfus térségre vonatkozó könyveit és dokumentumait. Ezt amúgy tudod, miért? Hát gondolom azt gondolták, hogy ez túlságosan magyar barát. Egy részre hajló? Igen. Ugye a francia delegáció magyar szakértője egy bizonyos Louis Eisenman volt, akinek az 1867-es kiegyezésről írt könyve a mai szakirodalomban ma is alapműnek számít, ennek ellenére ő végig az önálló nemzetek pártján állt. Az általa feldolgozott anyagok gyakran a hivatalos magyar statisztikákra hivatkoztak, Mégis többször előfordult, hogy ugyanezekről az adatokról azt nyilatkozta, hogy manipuláltak, ahol esetleg másképp szerette volna meghúzni az államhadárt. Igen, tehát amikor pont jól jöttek a statisztikák, akkor felhasználtad, de amikor Pont azt kellett bizonyítani, hogy ott mégiscsak Romániához kerüljön egy terület, akkor azt mondta, hogy ezek a statisztikai adatok már pedig hamisak. Uh -huh. Pedig egyébként annyira nem is voltak régiek ezek a statisztikák, tehát Magyarországon népszámlálás utoljára 1910-ben volt, és hát ugye nem is tudom Magyarországon, mikor volt ő utoljára a népszámlálás, tehát ezt azért nem szokták olyan sűrűn elvégezni. Tehát az 1910-es adatok még azt is mondhatjuk, hogy egészen frissek voltak a franciáknak volt egy térkép szakértője is, aki korábban összetűzésbe keveredett az orsovai magyar, magyar határrendőrséggel, és kémgyanújával hallgatták ki, úgyhogy ő többek között valószínűleg ezért is mindig a románok pártját fogta. A brit és amerikai diplomaták egyébként hamar rájöttek, hogy Közép-Európa etnikai és felekezeti viszonyai nagyon szertágozóak, és bonyolultak, úgyhogy nehéz lenne etnikai alapon meghúzni az új államhatárokat. Pont ezért kerültek előtérbe sokszor a gazdasági, vízrajzi vagy közlekedésügyi stratégiák, és ugye a legtöbb esetben egyébként ezek alapján döntöttek. Tehát egyébként most a Pünkösdi hétvégén Tündivel voltunk jó helyen is, ahol ugye a vonatállomás került át pont a határ túloldalára, de több helyen is így húzták meg a határvonalat, például az Arad, ő Nagyvárad, Szatmár, Németi talán. Ott egy hosszú vasútvonal húzódott, ami ő, amire szüksége volt a, a románoknak, és Szabadka is így került át ugye, a határ túloldalára, mivel ő, ott is a vasút számított, pedig Szabadka, az egy ő, szinte teljesen magyar lakta település volt ő, Délvidéken. Hát igen, vagy ugye például mondjuk Kovára-Vesztergom megyénél, tehát így a Duna húzta meg a határ, vagy a Dunánál húzták meg a határt. Igen, és azt kevesen tudják, hogy ő, az eredeti határ, ott például a Börzsöny az eredetileg a csehekhez tartozott volna, de aztán ott nagyon tiltakoztak az amerikaiak, és ezért felhúzták a vonalat egészen az ipoig. Úgyhogy nálunk maradt a Börzsönyhegység a csóványossal. Hát de mennyire kicsi lett volna már az ország, hogyha még azt is el, Hát nyilván az interneten terjengenek ilyen rajzok, hogy hogy nézett volna ki az ország. Egyébként ugye a revizionista, ugye már a két világháború között kiadott dokumentumokban sok helyen lehet látni olyanokat, hogy ő mondjuk ábrázolja Nagy-Britániát vagy Franciaországot, és arányosan ugyanannyi területet elcsípnek belőle, mint amennyit Magyarországról elcsatoltak Trianonkor, és hát igencsak szűk rész marad meg Párizs körül mondjuk, hogyha a Franciaország területét lecsökkentjük. De visszatérve a külföldi szakértőkre és delegációkra, Természetesen voltak a magyarokkal szimpatizáló szakértők is, de nyilvánvalóan nem olyan nagy számban. A delegációkban szinte csak politikusok szerepeltek, tábornokok, vagy magasabb beosztású katonák nem, mivel úgy voltak, hogy őket valószínűleg úgy is befolyásolta a fogadó ország helyzete, így az első részben említett bentholz tábornak is, aki megmentett minket ugye a Nemzeti Múzeum kifosztásától, és nyilván a magyarok pártján lett volna, úgyhogy ezeket az embereket próbálták a tárgyalásokon kívül tartani, és inkább politi politikusok döntöttek ezekről a határkérdésekről. Na és nagyon érdekes az, hogy Trinonhoz fűződnek legendák is, amikből most hármat hármat itt ismertetni fogunk. Az első legenda, amiről behatóban szó az Mária királynővel kapcsolatos, aki a legenda szerint udvarhölgyei báját vetette be a párizsi döntéshozókon, és ő maga is próbálta minél inkább befolyásolni Románia javára a határvonalakat. Az, hogy kiutazzon a konferenciára, az a miniszterelnöküknek volt az ötlete, mert nem úgy álltak a dolgok, hogy a románok igazán szerették volna, ezért be kellett vetni más, úgymond fegyvereket is. A csalódottság fők az volt, hogy a titkos bukaresti megállapodáshoz képest jóval keletebbre húzták meg a demarkációs vonalat, mint ugye erről már volt szó az előző adásban, és ezt, ezen próbáltak változtatni, hogy minél nyugatabbra akarták tolni ezt a vonalat. Ez akkor 43 éves Mária, vonzó és szellemes nő volt, akinek nyelvtudása, műveltsége és nagyvilági modora sokakra volt hatással az által meglátogatott döntéshozók közül. Találkozott szóval, Vilzonnal és a feleségével is, és más magas ö, beosztású politikussal is. Ennek ellenére a románok-szerbek közötti bánsági vitát, azaz, hogy kihez kerüljön majd ez a terület, nem sikerült román részről befolyásolnia. Tehát ott ő, erről nem beszéltünk, de a bánság hova kerülése az a szerbek és a románok között ő, kimondottan nagy vitához vezettek ő mindketten szerették volna magukénak tudni ezt a területet, de végül ugye Szerbiához csatolták, de a két ország között ezzel kapcsolatban elég nagy konfliktus volt. Később szájra kaptak olyan híreztelések, ami Mária királynő buja hölgyeiről szólt, vagy pedig egyéb román kényőkről, sőt egyesek még Mária királynőt is hírbe hozták ilyen ügyben, habár a korabeli sajtó szerint az évek alatt ö, valóban többször félreléphetett. Ennek ellenére feltételezhetően a béke diktátum kialakulására szinte semmilyen hatással nem volt Mária királynő szerepe. Alapból már a feltételezés is elég furcsa, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a döntéshozó országok vezető politikusai amúgy is az idősebb korosztályhoz tartoztak. Igen, tehát egy kicsit... Hát ez, szerintem ez alapból egy elég rossz indulatú Szóbeszéd volt. Na, de mindjárt találunk viccesebbeket is. Ugye egy másik nagyon ismert legenda, a hajózható főók legendája, és talán itt a legismertebb a sátor alja új ronyva patakhoz köthető. Ugye nemrég voltunk, előbb említettem, Tündivel sátor alja új helyen, és láthattuk, hogy ez egy cirka két méter széles kis patak. A legenda szerint viszont a Ronyváról azt mondták a csehek, hogy jól hajózható, és ott húzták meg végül a határvonalat. A város keleti felére eső Ronyván túli vasútállomás pedig így szintén a csehekhez került. Sőt, ha ez nem lenne elég, az 1920-as években a revizionista lapok felkaptak egy olyan cikket is, mi szerint, amikor erre jártak a döntéshozó antant hatalmak képviselői, akkor a folyópartján nagy tüzet raktak, ugye a csehek, és pokrócokat lengettek a tűz fölött, miközben azt mondták a döntéshozó antant képviselőinek, hogy ő, itt éppen egy gőzhajó megy el a ronyván, és onnan jön ez a távolból ez a füst. <laughs> Mégis csövesek voltak. Nyilvánvalóan ez a történet nem igaz, és csak később koholták, mint sok más helyen a határok meghúzásánál fontos szerepe volt a vasúti közlekedésnek, így itt is ez történt. Ugye a Kassáról Kárpát aljára tartó vonat sátoralja új helyen keresztül közlekedett, tehát ha nem sikerül megszerezniük a cseheknek az állomást, és Sátoraja új hely az Magyarországon maradt teljes mértékben, akkor az azt jelentette volna, hogy nekik egy új vasútvonalat kellett volna kiépítenük Kassa és Kárpátalja között, úgyhogy ezért próbálták ezt a vonatállomást megszerezni. Ugye azzal, hogy ez a vonat ez hozzájuk került, így már volt egy összeköttetésük nem csak Kárpátaljával, hanem Romániával is közvetlenül. Az amerikaiak ezen a ponton ellenezték a határ itteni meghúzását, vagyis a vonatállomásnál, és kiszámolták, hogy nem is lenne olyan nagy költség, ha új vonalat kéne építeni a cseheknek, viszont végül az angolok és a csehek lobbia erősebb volt az amerikaiak kénál, és a vasútállomást végül a csehekhez csatolták. Zárójében jegyezzük meg, hogy még így is lehet, hogy jól jártunk, hiszen volt egy olyan verzió is, miszerint az egész város a csehekhez került volna. A harmadik legenda, amit már biztosan sokan hallottatok, az Clemenceau magyar mennyéről szól. A legenda szerint kettőjük rossz kapcsolata az, ami befolyásolta Klemenszút, hogy ennyire szigorú döntéseket hozzon az ország ellen. A történet azon része igaz, hogy volt magyar menye, sőt esküvőkor járt is Magyarországon. Az elején kritikus volt a mennyivel, mennyivel szemben, de később megkedvelte, sőt elvétve leveleztek is egymással. Végül a két fiatal házasság a vállással végződött, mert Ida engedett egy fiatalember csábításainak, de ettől még nem kell feltételeznünk, hogy Clemenceau emiatt lett volna ennyire szigorú Magyarországgal szemben. és saját fiával sem jött ki túlságosan jól, sőt voltak évek, amíg a még a világháború előtt, amikor nem is beszéltek egymással. A döntései inkább politikaiak voltak. A román miniszterelnököt sem kedvelte túlzottan, mégis ugye a románoknak uh, tulajdonította Erdélyt, szóval hát nincs nagyon alapja azt feltételezni, hogy, uh, hogy szimpátia alapján volt ennyire részrehajló. Most ejtünk pár szót a francia-magyar titkos tárgyalásokról ami ugye annak az alternatíváját vetette fel, hogy esetleg egy kis trükközéssel még elérhetünk jobb helyzetet is, vagy jobb eredményeket ezeken a Trianoni tárgyalásokon. 1920. márciusától eleinte két fiatal magyar arisztokrata kezdett titkos tárgyalásokba Franciaországgal, aminek az volt a célja, hogy magyarországi-francia tőkebefektetésért cserébe, Külpolitikai támogatást kapjunk. A kicsit naív Semsei Andor gróf és a dörzsölt és kevésbé jó hírben álló Halmos Károly ügyvéd még kitalálták 1919 végén, hogy mi lenne, ha kapcsolataikat felhasználva egy megfelelő alternatívát nyújtva a franciáknak, kapjunk némi kedvezményt a szigorú határmeghúzások kapcsán. Még tervezetük megvalósítása elején találkoztak Teleki Pállal, aki jóváhagyta és támogatta tervüket, majd 1920. januárjában a frissen szerzett útleveleikkel és ajánló leveleikkel Párizsba utaztak. Eleinte csalódás volt a küldetés, mert másfél hónapig nem tudtak semmilyen komoly francia diplomáciai tényezővel felvenni a kapcsolatot. Végül nagy nehézségek erre sikerült bejutniuk a külügyminisztériumba, ahol azt a kezdeti választ kapták, hogy jó ötlet lehet, amit felvetettek, viszont inkább számítsanak gazdasági enyhítésre, mint a határok módosítására. Viszont ami jó lehetőség volt, hogy megengedték, hogy kapcsolatba lépjenek a kint tartózkodó magyar békedelegációval, és mivel nekik szabad bejárásuk volt mindenhova, ezért fontos hírforrása váltak a delegáció számára. Ugye erről nem említettük korábban, hogy a delegáció, hát mondjuk úgy, hogy kevés tartották őket, tehát őket elnőrizték, detektívek kísérték mindenhol és nem hagyhatták el a hotelt egyedül, szóval, hogy számukra így a, az összekötetés jelentette ez a két ar arisztokrata, így a külblánka. Két nagy francia bankot és két óriás céget kerestek meg, és tárgyaltak velük. Nagyon sok magyar követelés volt, de talán a legfontosabbak, hogy a határok melletti magyar lakta területek ne kerüljenek el az országtól, és hogy a magyar sváb és magyar sváb lakta területek tarthassanak népszavazást hovatartozásukról, valamint hogy a székhelyek és szászok kapjanak területi autonómiát, ami ugye mostanában is felmerült. Ezek mellett még sok minden más is volt a magyar javaslatokban. És mit tudtunk mi ajánlani a franciáknak, vagy ott mi volt a pontos követelés. A MÁV üzemeltetésének átadása 90 évre, kereskedelmi és ipari kikötő építése Csepelen, a Duna szabályozása, csatornázása és egy vízi erőmű építése, a Dunatisza csatorna megépítése, és a Magyar Hitelbanktól 300 ezer részfény megvásárlása. Ezek voltak az ellentételezések, vagy ezeket szerették volna a franciák elérni. Ami igazából túlomítja a máv üzemeltetésének, vagy hogy a máv üzemeltetését átadták volna 90 évre, akkor igazából 2010-ig, franciák üzemeltették volna a mávot. Hát ezzel lehet, hogy jobban jártunk volna. <laughs> Ez az egy ezek után sajnos a tárgyalások holtpontra pontra jutottak, mert mindkét fél azt várta, hogy előbb a másik mutasson fel valami konkrétumot az ígéretéből, így hosszú távon az egészből igazából nem lett semmi. De azt érdemes hozzátenni, hogy se a franciák, se a magyarok nem voltak igazán elkötelezve, hogy, ő, hogy ő komolyra fordítsák ezeket az ígéreteket, tehát inkább csak így puhatalóztak. A franciák azt mondták, hogy a politikai behatás nem is feltétlen az ő körük, és a határigényeinket a szomszédainkkal kéne leegyeztetni, ők inkább csak a közvetítő szerepére is egyfajta felügyelő szerepre gondoltak, hogy ők így majd ebben a szerepben fognak tetszelegni. A magyaroknál pedig hamar híre ment ennek a lehetőségnek, és sokan ellenezték, hogy ekkora befektetéseket csináljon az országban az aránylag ellenséges Francia állam, főleg a máv szempontjából. Ezt ugye 2020-ban nyilván át gondoljuk. Egy későbbi háborús helyzetben nagy problémát jelentett volna, hogy a mozgósítások és egyéb transportok szempontjából legfontosabb közlekedési eszköz a vasút, nem a magyar állam közében összpontosul. Amikor az előbb ezt mondtam, hogy jobb lett volna, akkor erre igazából nem gondoltam. de... <laughs> Hát igen, katonai szempontból semmiképp igen, nem okay, lett volna jó igaz. egy akkori világban, amikor ugye a vonat volt a legfontosabb közlekedési eszköz. Szóval a lényeg a lényeg, nem lett az egészből semmi. Viszont most beszélünk még egy kicsit a törökökről, mielőtt teljesen lezárnánk ezt az adást, és nézzük meg, hogy egy ilyen szigorú diktátum ellen mire volt képes Törökország ahol három évnyi harc és politikai ellenállást követően 1923-ban egy jóval kedvezőbb eredményt értek el, mint amit alapból kiszabtak nekik. A törökök is a németek oldalán léptek be a háborúba, ami náluk is 1918-as őszi fegyverszüneti megállapodásokkal végződött, és azzal, hogy az Antant csapatok megszállták az ország egyes részeit. A világháború előtt még az oszmán birodalomhoz tartozó területek elvesztése nem volt kérdés ezen a megállapodáson. Ilyen volt Mezopotámia, Szíria, Palesztina, Szudán és Észak-Afrika. A nagy kérdés inkább az volt, hogy a tényleges törökök lakta vidékek sorsa hogyan fog alakulni. Nyilvánvalóan minél több területet szerettek volna megtartani Törökországban, és helyi népszavazással szerettek volna élni, és ezek alapján eldönteni a hovatartozást. Ezzel ellentétben a győztesek sokkal kisebb török államot képzeltek el, mint amit a törökök reméltek. És itt jön az érdekes rész, ugyanis 1920 tavaszán a török párizsi békedelegáció elutasította a szerződés aláírását, viszont az Antant azt helyezte kilátásba, hogy az ország egy része, köztük Isztambul is akkor görög megszállás alá kerül. Így három nevezetes pasa mégiscsak aláírta ezt a szerződést. Később 1924-ben ezek az emberek, hát akik ugye aláírtak, felkerültek az úgynevezett 150-nek listájára, akiket hazaárulás vágyával kiutasítottak az új török köztársaságból. Az aláírás után az ország középső része maradt meg, nyugaton görög, délen olasz és francia, keleten pedig brit felhatóság alá kerültek ezek a török területek. A közvéleményre ez hasonló hatása volt, mint itthon Magyarországon, viszont a törököknél volt egy sokkal aktívabb politikai és katonai ellenállási mozgalom. Az alapból változatos etnikumú Törökország most összefogott a közös cél érdekében, és mindenki egyaránt azért küzdött, hogy a kibővített határokat tartsák meg. Viszont ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy pont az első világháború alatt voltak az ország területén hatalmas népírtások, például a, az örmény népírtás, amiről egyébként tervezünk egy külön podcast adást. A Törökországban élő muszlimok aránya pedig pár év alatt 81%-ról 98%-ra nőtt. De ez most. Ha jól értem, akkor ez az örmény népírtás miatt is, mert hogy ugye... Ez eget... gyakorlatilag a népírtások miatt, de itt uh -huh. ugye nem csak örményekről van szó, ott mindenféle ő nemzetiséget ő írtottak, tehát ott elég brutális dolgok történtek 14 és 17 között Törökországban. A törökök bizonyos területekről lemondtak az oroszok javára, azzal az egyességgel, hogy cserébe az oroszok segítenek a törököknek. A franciák és az olaszok egyességet kötöttek a törökökkel, hogy lemondanak területi igényeikről, ha gazdasági befektetéseket csinálhatnak az országban. Az országban maradó görögöket pedig a törökök ő, csapataikkal kiverték az országból, tehát ő, gyakorlatilag már csak a görögök voltak hátra, hogy őket kellett ő, legyőzni, mivel a többi országgal sikerült valahogy megállapodni. Hát igen, mondjuk ez egy nagy különbség, mondjuk Magyarország és Törökország között, hogy a magyaroknak ugye nem nagyon maradtak ö, katonái fegyverei, ugye vasúti kocsiai sem. Tehát gondolom Törökországnak sokkal jobb volt a hadereje. Hát meg szinte itt az egész országot megszállták, tehát Törökországnál erről nem lehet beszélni. Ezek után a törökök újra tárgyalasztóhoz ültek, és ő, nyilván egy Törökország szemszögéből jóval kedvezőbb békét sikerült kötni. Az elkövetkező években sokszor példálusztak Magyarországon azzal, hogy erre talán mi is képesek lehettünk volna. Viszont a szakemberek azt mondják, hogy teljesen más volt a két helyzet, tehát nem lehet összehasonlítani Törökország és Magyarország helyzetét. A térségben csak Görögországnak volt viszonylag erősebb hadserege, ellentétben a minket körülvevő ellenséges népekkel, tehát ő minket minden oldalról kaptuk az áldást, valamint a törökök esetén ott van még Oroszország is, aki aki Törökország mellé állt, ami nem egy elhanyagolható szempont ebben a kérdésben. A területileg érdekelt népek, a franciák és a britek megszerezték a szomszédos országokat, mint Palesztinát, Irakot, Szíriát, Arábiát, így nekik annyira már nem volt az fontos, hogy Törökország területeiből még kimarkoljanak egy-egy kisebb részt. Tehát így összességében a törökök jól jártak, és sikerült megtartaniuk területük jelentős részét. Annak ellenére, hogy Párizsban 1920-ban Mást határoztak nekik a nagyok, és aláírtak egy számukra kedvezőtlen szerződést. Jó, de hogy itt az orosz támogatás biztos nagyon sokat jelentett. Nyilván az orosz, meg hát ugye amit előbb említettem, hogy most a franciáknak és a briteknek annyira már nem volt fontos, hogy még pár török lakta vidéket magukénak tudjanak, amikor már közel több ország az ő kezükben volt. Eddig hát, a magyar, magyarország szomszédai viszont nagyon nagyon is érdekeltek voltak abban, hogy minél több, minél nagyobb területeket csípinek ki az országból. Feltetjük a kérdést, hogy mi lett volna, hogyha a magyarok nem írják alá a békeszerződést. Ugye csak feltételezhetünk, de a feltételezések nem festenek túl jó képet a lehetséges kimenetelekről. Talán az a legvalószínűbb, hogy megszállás alatt tartották volna az országot, de egy csomó egyéb hozadéka is lehetett volna, például nem jöhetett volna haza az a több százezer külföldönreket hadifogói, vagy valószínűleg az ország gazdaság is teljesen összedőlt volna, hiszen gondoljunk bele hogy egy olyan országról beszélünk, ahol öt darab vasúti kocsi előkerítése is komoly problémákba ütközött, ugye, amikor kiutazott a békedelegáció, akkor ugye úgy kellett normális vasúti kocsikat találni, és az ország külkereskedelme egy alá nem írás esetén valószínűleg megszűnt volna, ami ilyen helyzetben, amikor az ország kétharmadát elszakították, még durvább következményekkel járt volna. Tehát ez nem annyira volt opció, hogy, hogy a magyarok ezt nem írják alá. Igen, a legtöbb történésznek az az álláspontja, hogy a nem aláírásnak semmilyen realitása nem volt, mivel a szomszédos kisantant hatalmak amúgy is nagyobb szeletet akartak az országunkból, még az is lehet, hogy még kisebbre zsugorodik az ország, vagy ami még rosszabb, hogy egy megszállással a magyar állam folytonossága megszűnik. Tehát, ha nem írjuk alá, lehet, hogy még rosszabb lett volna, mint ami, ami utólag kialakult ebből az egészből. És hát nehéz lezárásként bármi pozitívat mondani erről az egészről, hogy a, ahogy készültünk erre az egészre alapból, ő, nem jó ezeket a dokumentumokat olvasni, és nem jó ebben a témában olvasni sokat, mert nagyon tömény, és nagyon sok negatív dolog van benne, ami egyszerűen tényleg az ember kedvét elveszi, hogyha olvassa ezeket a trianói történeteket. Lezeresként én úgy gondolom, hogy ugye száz évvel a trianoni békeszerződés után most már ezzel együtt kell tudnunk élni, és, és tovább kell lépnünk sosem fogjuk elfelejteni, nem is szabad. Erre, erre nyilván mindig meg fogunk emlékezni minden évben. Üm, viszont, viszont amit még fontosnak tartok, az az, hogy, hogy, a határon túli magyarokkal jó kapcsolatot ápoljunk. Erre nem tudom egyébként, hogy milyen, milyen, kezdeményezések vannak, de biztos vannak ilyen, ilyen lehetőségek, hogy hogy megismerjük a határon túli magyar területeket, szerintem erre érdemes Érdemes uh, időt szenni és energiát, tehát például akár elutazni Székelyföldre, Felvidékre, és megnézni, hogy hogy hogyan élnek ott a magyarok, milyen, milyen történelmi emlékeink vannak, milyen, milyen természeti kincsek, hiszen gyönyörű, gyönyörű területeket láthatunk. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket! Ez volt a Trianon történetek második adása, és legközelebb. Ezután a két adás után egy teljesen más témával fogunk jönni. Hallgassatok akkor is minket. Sziasztok! Sziasztok! Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.podbean.com oldalon. Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e-maileket a gmailcom ra ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotify-on és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is, sziasztok!